Williams Televízió. Múlt heti híradónkban már tájékoztattuk az április 30-án tartott testületi ülésről kedves nézőinket. Most arról adunk hírt, hogy a város önkormányzata döntött a Templomtér és a Malom utca közötti járdaszakasz felújításáról, a piac kialakításáról és az Üllői Gyermekekért Alapítvány jövőjéről is. A részletekről a polgármester asszony nyilatkozott. Évek óta szeretnénk, még az előző ciklusokban lévő képviselők is többször jelezték, hogy egy elég forgalmas szakasz a Templomtér és a Malom utca közötti járdaszakasz. Természetesen mi is tudtuk, hogy erre szükség lenne ennek a felújítására, mindig vártuk, hogy a kerékpárutakra pályázati lehetőségeket írnak majd ki, és esetleg tudunk erre pályázni, hát ez nem sikeredett. Most viszont úgy érezzük, hogy magánerőből is mindenféleképp szeretnénk megszélesíteni és térkővel lezárni ezt a szakaszt, hiszen azért az iskolába, bölcsödébe, óvodába járó gyermekek, szülők igen forgalmasnak érzik, és hát az is ez a szakasz. Úgyhogy bízom benne, hogy ahogy a ballagásnak vége, megvan a kiválasztott ülői vállalkozó, aki elnyerte ezt a pályázatot, a Rödvork Kft. Lesz, és június közepétől övé a pálya, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon kulturáltan meg fogja valósítani. Ugyancsak fókuszba került a piac kialakításának lehetősége is. Igen, hát évek óta küzdünk, illetve felméréseket is végeztünk a piacon, hogy vajon szeretnék-e, hogy a helyszínt megváltoztassuk. Tudjuk jól, hogy az a piac igazán hivatalosan nem működik megfelelőképpen. Szeretnénk mindenféleképp egy kulturált helyet biztosítani számára. Ezért 25 millió forintot tett a költségvetésébe az önkormányzat, és hát keressük a megoldását. Mindenféleképp próbáljuk megvalósítani, hogy itt a központ területén ez megvalósuljon, ezért most egy plusz ingatlant is sikerült megvásárolnunk itt a Deák Ferenc utca és a Pesti út sarkán lévő ingatlanból, amit csatlakozik természetesen az önkormányzat szabad területeihez. És számunkra ez nagyon fontos, hiszen úgy kellene megvalósítjuk, és erre végzünk most felméréseket, tervezéseket, hogy több funkciós legyen. Tehát legyen esetleg a piacnak, az őstermelői piacnak gyönyörű helye, de egyben, amikor rendezvényeink, eseményeink vannak, mint most hétvégén a Majális is, hát látható volt, hogy a gyermek programokkal teljesen benépesül ez a terület, és hát szükségünk is van, tehát mindig terület igényünk van, hiába vásárolunk, és próbáljuk egyre nagyobbá kialakítani. Még mindig egy kicsit félek tőle, hogy a későbbiekben a parkolási lehetőségek, és egyben az árusítás hogy fog tudni megoldódni, remélem, hogy sikerülni fog. Ugyancsak középpontba került a testületi ülésen az Üllői Gyermekekért Alapítvány ügye, és ha jól tudom, akkor a kuratóriumi tagokat is megválasztották. Igen, hát évek óta működik ez az alapítvány, és szeretnénk is, hogy ez a továbbiakban még életre kelthetőbb legyen. Az igazság az, hogy itt szeretném megköszönni Hamikus Ferencné Évikének, volt iskolaigazgatónknak, Misák Bélánénak, Rózsikának, volt óvodavezetőnek, Harmat Ágnesnak, aki volt pénzügyi vezetője az önkormányzatnak, Őriné Zsuzsikának, aki volt óvodapedagógus, Gulyásné Gizike tanárnőnek, akik szívvel, lélekkel végezték ezt a feladatot, hiszen ami forrás ebbe az alapítványba befolyt, azt mind az itteni gyermekekre próbálták elosztani és visszaforgatni eszközökre, játékokra. Köszönjük szépen az ő munkájukat. Az igazság az, hogy nyugdíjba vonultak, ők már úgy érzik, hogy ez a feladat igazán nem őket érinti, és hát tényleg ők becsülettel látták el ezt a történetet. Ezért most újra gomboljuk a kabátot, próbáltuk átgondolni, hogy kik azok, akik esetleg ebben részt tudnának venni. Szeretném megköszönni dr. Barna Tibor igazgató úrnak, aki felvállalta továbbra a kuratórium elnökségi vezetését.
ebben a továbbiakban részt vállal Dócsné Gizike, Bobita óvoda vezetője, Zentai Erika, aki a Csicsergő óvoda vezetője, Jámbor Barbara, bölcsödénknek a vezetője, és Kovács András, az önkormányzat pénzügyi referense. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly csapatát ismét össze. Nem szerettük volna, hogy ez az alapítvány esetleg nem működjön tovább, hiszen pont az a célja, hogy egyre élhetőbb legyen, és hát én úgy gondolom, hogy össze fognak tudni jönni és átgondolni, hogy mit lehetne tenni azért, hogy a szülőket még jobban tudják tájékoztatni, hogy ezek, amik ide befolynak, azok visszaforgatódnak a gyermekeink részére számára. Williams Televízió.